Szinte teljesen összetörtek csütörtök kora délután azok az autók, amik a 44-es főúton karamboloztak Nyárlőrinc közelében. A Ford Kecskemét felé haladt, amikor egy kanyarodó autó miatt megállt. A mögötte lévő kis teherautó vezetője ezt későn vette észre, és neki ütközött az álló autónak, amit átlökött a szembe lévő sávba, ahol a Ford frontálisan neki ütközött a szemből érkező Renault-nak. A Renault ettől az árokba csapódott és fejtetőn állt meg. A teljesen összeroncsolódott autóban ülő szemét a tűzoltók emelték ki. A Renault-ban és a Fordban ülő két ember megsérült, a mentők mindhármukat kórházba szállították. A kis teherautó vezetőjének nem esett baja. A helyszínelés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták a főutat.